A hirdetmények már tudatták, ismét tüdőszűrés lesz, amelyen minden 30 év feletti karcagi köteles megjelenni. Megfigyelhető viszont, hogy ilyen egészségügyi esemény nincs mindig, vagy ha van is, akkor nem kötelező, most viszont igen. Az okokról dr. Borsos Anikó térségi tisztifőorvost kérdeztük. Megyei tisztifőorvosnak kötelező volt mindenképpen elrendelni Karcagon és Tiszafüreden is a két kistérség területén a kötelező tüdőszűrést a 30 éven felüliek számára, mert a jogszabály értelmében, ha 25%-et meghaladja az új TBC-s esetek száma, akkor mindenképpen kötelezően tovább kell szűrni a lakosságot, mert nagy a veszélye annak, hogy gyarapodnak az új friss tüdőbetegek a területünkön. A betegség előfordulásának arányaiban növekedés figyelhető meg, és nem árt az óvatosság. A hamarabb felfedezett probléma lényegesen könnyebben és gyorsabban orvosolható. Nagyon fontosnak tartanánk, hogy a kötelező tüdőszűrésen nem csak a szankciók miatt, mert ugye a büntetést mindenki elolvasta, hanem saját egészsége érdekében megjelenjen, mert a tüdőbetegség, ha nem is olyan rohamos méretekbe, hogy feltűnő legyen az átlag embernek, de a szakemberek számára bizony jelentősen növekszik évről évre, és különösen azok a TBC-s megbetegedések, különösen itt Kelet-Magyarországon, amelyek már több antibiotikum iránt érzéketlenek, úgy mondjuk, hogy rezisztensek. És ennek érdekében fontos, hogy minél hamarabb megkezdődhessen a gyógykezelése, és a tüdőszűrő vizsgálat, ami évente egyszer megtörténhet minden egészségi kockázat nélkül, pláne ez az ernyőképszűrés biztonságosan kimutatja. A TBC-vel vagy tüdőbetegséggel már a 19. században megindult a küzdelem, és a 20. század közepétől a magyar egészségügy látványos sikereket ért el a visszaszorításában. Mostani terjedésének több oka is van. Egyrészt az általános ellenálló képessége az embereknek bizonyos körülmények között lehet, hogy tehát csökkenhet, ez adódhat betegségek, környezeti szennyezés, átvészelt fertőzések miatt is. A másik pedig, ami gondot jelent, hogy a kezeletlen TBC-s betegek, azok a környezetüket folyamatosan fertőzik, elég, ha beszélgetnek egy ilyen kórokozó, hordozó, ha beszélget a szomszédjával, vagy megfertőzheti az embert a cseppfertőzés révén, és ezekben az esetekben, ha neki olyan kórokozója van, amelyik ráadásul egy ritkább fajta, TBC-s bacillus, amelyik nem érzékeny már annyira az antibiotikumokra, sokkal jobban tud terjedni. És ezért nagyon szükséges, hogy mindenképpen vizsgálják. A tüdőszűrés a legutóbbi években mindig a kórházban rendezkedett be, most a Kossuth tér 11-13-as számú épület egyik üres helyiségét jelölték ki erre a célra. Ki van írva nagy betűkkel, mint ahogy látható is lesz a műsorban a időpontja, hogy mikor vannak délelőtt, mikor vannak délután, névre szóló idézést fognak kapni a karcagi lakosok. Ha valakinek az az időpont nem megfelelő, akkor mindenképpen jöjjön el esetleg más időpontba, és egy kis várakozással sorra kerülhet, és jelen pillanatban még én úgy gondolom, hogy van rá lehetőség, hogy még itt a szűrés elején inkább, mint a végére halasztva, soron kívül is megszűrhetik.